Van egy matematikai fogalom, ami első hallásra nem sokakat hoz lázba, mégis az emberiség egyik legjelentősebb találmánya, ez pedig nem más, mint a végtelen. Sokan azt gondolják, hogy ez nem egy bonyolult téma, hiszen a végtelen az, aminek nincs vége. Azaz, egy végtelenül hatalmas számra kell gondolni, amikor kimondjuk. De ez a megközelítés egyáltalán nem helytálló. A valóságban a végtelen az, ami a legtöbb galibát okozza a matematikai egyenletekben. Egy olyan tényező, ami bár sok esetben nélkülözhetetlen a modernkori fizikában, mégsem tudunk vele igazán mit kezdeni. A mai epizód is az űrkutatáshoz köthető, de inkább egy matematikai résznek tudható be, célkeresztben, a végtelen. Szemeket az égre, indulunk! A tér végtelen, az univerzum végtelen, a fekete lyuk sűrűsége végtelen, az emberi hülyeség végtelen. Ez csak néhány azon megállapítások közül, melyek során használjuk ezt a különleges kifejezést. Bár a valóság tartamukkal lehet vitatkozni, a végtelen értékét viszont nagyon nehéz kézzelfoghatóvá tenni, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy lehetetlen. Ugyanis ha a végtelenről beszélünk, mindenki egy hatalmas és megfoghatatlan számot lát maga előtt, de mégis mekkorát? Mekkora lehet a végtelen értéke? Képzelj el egy hatalmas számot. Nem, még ennél is nagyobbat. Igen, alakul, most szorozd meg 1000-rel. Nem, ez még mindig nem lesz végtelen, ugyanis ezt is meg tudjuk szorozni újra 1000-rel. Ugye mondanom sem kell, hogy még ezt a számot is meg tudjuk szorozni ezerrel, ahogy a következőket is, és még mindig nem értük el a végtelent. Hagyjuk is a szorzást, váltsunk valami hatékonyabb módszerre, hogy megközelítsük a végtelen titokzatos intervallumát. Ezt a legutóbbi számot most ne szorozzuk, hanem egyből emeljük a négyzetre, azaz ne ezerrel szorozzuk meg, hanem önmagával. Bődületesen nagy szám, igaz? De közel van már a végtelenhez? Hát közel sem. Ugyanis ezt a hatványozást elvégezhetjük rajta újra, és újra, és újra. Sőt, ezt a legújabb számunkat most ne a négyzetére emeljük, hanem képzeljük el egyből az 1 milliómodik hatványát. Ez már közel van a végtelenhez? Egyáltalán nem, hiszen ezt az új számot is tovább tudjuk szorozni, vagy a hatványozás segítségével tovább emelni. A végtelennel nagyon sok a nyűg. Például mit mondanál, ha megkérdezném tőled, hogy mennyi végtelen plusz 1? Talán azt mondanád, hogy az is végtelen? Akkor most az egyenlet két oldaláról vonjuk ki a végtelent. Mit kapunk? Az 1 egyenlő 0? Én ezt nem így tanultam. Vegyünk egy még furcsább példát. Mennyi a végtelen plusz végtelen? Itt is könnyelműség lenne azt mondani, hogy az eredmény is végtelen, hiszen ha mindkét oldalról kivonjuk a végtelent, akkor azt kapjuk, hogy a végtelen egyenlő 0, ami tényleg teljesen az értelmét veszíti. Ami megállapítható, hogy minél nagyobb egy szám, annál közelebb van a végtelenhez, de az is nyilvánvaló ezek után, hogy soha semmilyen művelettel nem érhetjük el azt. Ez pedig probléma. Nem nekünk, mivel a mindennapjainkban nagyon ritkán, értsd, sosem találkozunk a végtelen valójával, de a matematikusoknak és a fizikusoknak számtalan nehézséget okoz a végtelennel való munka. Az 1800-as évek legvégén egy német matematikus, David Hilbert volt az, aki megpróbálta megfejteni a végtelen rejtélyét. Egy gondolat kísérlettel igyekezett elmagyarázni a laikusoknak a végtelenség szemtelen mi voltát. Vegyünk egy szállodát, de nem akármilyen szállodát, hanem egy olyat, amelynek végtelen szobája van. Most képzeljük el, hogy besétálok a recepcióra, és kérek egy egyágyas szobát egy éjszakára. Hello! A recepciós hölgy kalimpál egy keveset a billentyűzeten, majd szomorú arccal közli velem, hogy sajnos minden szoba foglalt. Ugyanis a végtelen szobájú szálloda éppen végtelen számú vendéggel van tele. Persze megpróbálhatnám megérdeklődni, hogy érdekli-e az űrkutatás, vagy ismeri-e a csatornámat, mégis kiábrándulnék, hiszen arc alapján úgysem ismerne fel, így kár bízni bármi nemű protekcióban. Főleg úgy, ha feltételezem, hogy a kisasszony nem hazudik, azaz tényleg végtelen számú vendég foglalja le a végtelen számú szobát.
Hilbert viszont talált megoldást a problémára, igaz, elég körülményes a metódus. Meg kell kérni az egyes számú szoba lakóját, hogy költözön át a kettes számú szobába. Persze a kettes számú szoba lakóját is meg kell kérni, hogy menjen egyel arrébb ő is, ahogy végső soron minden egyes megszállni vágyó vendéget meg kell kérni, hogy költözön át az egyel nagyobb számú szobába. Matematikailag ezt úgy lehetne leírni, hogy minden vendég átköltözik az N plusz egyedik szobába, ahol az N az eredetileg neki szánt szobaszám. A metódus elég mulatságosan hangozhat, de végső soron ez a megoldás azt eredményezi, hogy felszabadul az első számú szoba, ami ideális a számomra. A gondolat kísérletet tovább lehet folytatni. Ha például olyan elsőre lehetetlennek tűnő problémára keresünk megoldást, mint hogy a szállodába olyan társaság érkezik, akiknek tagjai mindenképp egymás melletti szobákban szeretnének megpihenni. Azt szeretnék, ha már az érkezésük pillanatában szabadok lennének a szobáik, de mindezt úgy, hogy nem tudják előre megmondani, hányan fognak megérkezni. A probléma megoldásához kicsit túl kell lőni a célon, azaz több szobát kell szabaddá tenni egymás mellett, mint ahányan érkeznek. De hogyan csináljuk mindezt, ha még az érkező vendégek számának nagyságrendjét sem ismerjük? Nos, nem is kell hozzá tudnunk, elég, ha minden szobában lakó vendéget megkérünk, hogy költözzen át a szoba számának négyzetével jelzett szobába. Matematikailag ezt úgy írhatjuk le, hogy minden vendég átköltözik az N a négyzeten számú szobába, ahol az N az eredetileg birtokolt szobaszám. Így az egyes szobában lévő vendég a legszerencsésebb, ugyanis az egy négyzete szintén egy. Ő lesz az egyetlen vendég, akinek nem kell költöznie. A kettes számú szobában lévő vendég átköltözik a négyesbe, a hármas számúból a kilencesbe, a négyesből a 16-osba és így tovább. Láthatjuk, hogy minden egyes lakó után egyre nagyobb számú üres szoba fog a rendelkezésünkre állni, így előbb-utóbb biztosan találunk olyan szegmenst a szállodába, ahol elférnek egymás mellett a várva várt ismeretlen számú vendégek. De mi van akkor, ha nem véges számú vendég érkezik, hanem mondjuk egyből végtelen? Nos, erre is van megoldás. Nincs más teendőnk, csak az előző metódus matematikájába kótnyeleskedni egy kicsit. Kérjünk meg minden szoba tulajdonost, hogy költözzön át a szoba számának kétszeresével jelzett szobába. Ez matematikailag annyit tesz, hogy át kell cuccolnia az N-szer 2 számú helyiségbe, ahol az N az eredetileg birtokolt szobaszám. Így az egyes számban pihenő kompromisszumképes vendég a kettes számúba, a kettesben lakó a négyesbe, a hármas birtokosa pedig a hatosba költözik. Az ábrán jól látható, hogy az összes páratlan számú szoba felszabadul. Hiszen bármely egész számot, ha megszorozzuk kettővel, az minden esetben páros lesz. Ebből kiindulva pedig már is rendelkezésre áll végtelen számú szoba a végtelen szobával rendelkező szállodában, még akkor is, ha eddig a végtelen számú vendég elfoglalta az összes szobát. Tudtok még követni? Igen, valóban kicsit kacifántos a dolog, de az elmondottak alapján felbukkan egy újabb nagyon fontos kérdés. Minden végtelen ugyanakkora? Elmondom, hogy pontosan mire gondolok. Vegyük alapul a természetes számokat, ezek a pozitív egész számok halmazát jelentik. Tudjuk jól, hogy a számsor végtelen lesz, hiszen bármelyik pozitív egész számot is választjuk ki, egyet hozzáadva egészen biztosan kapunk egy másik természetes számot. Most tegyük a számsor mellé az előbb említett páratlan számok halmazát. Mit veszünk észre? Mintha ez a számsor ritkább lenne, mintha kevesebb tagból állna. Nem igaz? Pedig egészen biztosak lehetünk benne, hogy a pozitív páratlan számok sora is végtelen, hiszen bármely páros számot is vesszük alapul, egyet hozzáadva egészen biztos kapunk egy nála nagyobb páratlan számot. Az egészet eljátszhatjuk a páros számokkal is, sőt, akár hatványozhatjuk is őket, minden ilyen esetben úgy tűnhet, hogy az egyik végtelen halmazunk több elemből áll, mint a másik végtelen halmaz, de ez lehetséges.
Georg Cantor, a mai Oroszország területén született német matematikus, 4 évet áldozott életéből ennek kiderítésére. Végül arra jutott, hogy hiába tűnik úgy, hogy az egyik halmaz több elemmel rendelkezik, mivel minden elem mellé párosíthatunk egyet a másik halmaz elemeiből, ezért mindkét halmaz ugyanannyi végtelen számú egységből áll. Ezt úgy lehet szemléltetni, ha a szám sorozatokat párhuzamba hozzuk egymással. Felül a pozitív egész számok halmaza, alatta pedig a pozitív páratlan számok halmaza. Az egyeshez rendeljük a másik halmaz első elemét, a ketteshez a másodikat, azaz a hármat, a hármashoz az alsó halmaz harmadik elemét, azaz az ötöst, és így tovább. Biztosak lehetünk benne, hogy bármely egész számot vesszük alapul, lesz egy hozzá köthető páratlan szám az alsó halmazban is. Ez pedig azt jelenti, hogy végső soron ugyanannyi elemből kell állnia mindkét halmaznak, míg ha elsőre máshogy is tűnik ez az embernek. Alapvetően két fajta végtelen különböztetünk meg egymástól a matematika világában, de egyik esetben sem a halmaz elemeinek mennyiségéről fogunk beszélni. Az egyik fajta a megszámlálható, a másik pedig a megszámlálhatatlan végtelen halmaz. De mit is jelent ez? Az előbb említett példák, ahol a pozitív egész számokat, vagy épp a páratlan számokat vettük alapul, a megszámlálható végtelenek csoportjába tartoznak. Ez azt jelenti, hogy akármeddig tudjuk számolni sorban az elemeket úgy, hogy biztosak lehetünk benne, hogy egyetlen egység sem marad ki. Bár az elnevezés fura, hiszen ahhoz, hogy minden elemét megszámláljuk, a végtelenségig kell számolni, mégis azt mondjuk rájuk, hogy ezek a megszámlálható végtelenek halmazába kerülnek. A másik, a megszámlálhatatlan végtelenek csoportjába olyan halmazok tartoznak, melyeknél már nem tudjuk az értékeit úgy felsorolni, hogy biztosan ne hagyjunk ki egyetlen elemet sem. Mondok erre is egy példát. Próbáljuk meg egy számegyenesen megszámolni, hogy hány számot írhatunk mondjuk a 3 és a 4 közé. Hol is kéne kezdeni? 3,1-nél? Az nem jó, hiszen a 3 és a 3,1 közé beírhatjuk a 3,1-at. De itt sem kezdhetjük, mert a 3,1-nál értelemszerűen kisebb a 3,1-ezred. Ha a gondolatmenetet folytatjuk, hamar rájövünk, hogy igazából akármennyi tört számot veszünk, mindig fogunk találni olyan számot, ami még annál is kisebb, azaz a kettőjük közé illeszthető. Sőt, ott van még a pi értéke is, ami ugye egy végtelen tizedes tört egy irracionális szám. Ki tudja, hogy hány ilyen irracionális szám van még a 3 és a 4 között? Vegyük például azt, ami szinte pontosan ugyanaz, mint a pi, csak az első tizedes jegy, azaz az egyes nélkül. Ugyanúgy végtelen, ugyanúgy irracionális, és nincs is messze a pi-től, de az biztos, hogy tudunk még ilyen számokat generálni. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan végtelen számú tört szám áll a rendelkezésünkre a 3 és a 4 között, melyeket még felsorolni sem tudnánk. Na, az ilyen halmazokat soroljuk a megszámlálhatatlan végtelen csoportjába. De miért fontos egyáltalán a végtelen? Köznapi értelemben nem is találkozunk vele, hiszen senkinek sincs végtelen pénze, egyik bolygó sincs végtelen távolságra, és bár néha úgy gondolom sikerülne, mégsem tudnék végtelen számú hamburgert megenni. Van viszont a matematikában egy nem is olyan apró terület, ahol már nagyon fontos, hogy számolhassunk a végtelennel, ezek pedig nem mások, mint a határérték számítások. Leonhard Euler, svájci matematikus, az 1700-as évek legelején született. Kezdetben teológiát tanult, de sokkal jobban érdekelte a matematika logikus és lényegre törő világa. Középiskolás tanulmányait a többieknél másfél évvel hamarabb végezte el, és 20 évesen már az újonnan létrehozott Szentpétervári Tudományos Akadémián dolgozott, ahol professzor lett, majd a matematikai osztály vezetőjének választották. A modern matematika rengeteg dolgot köszönhet Eulernek. Ő volt például az első, aki pi-vel jelölte a kör átmérőjének és kerületének arányát. De ami a témánkhoz jobban kapcsolódik, ő volt az első, aki elvel jelölte a következő sorozat határértékét. Ezt az irracionális számot a természetes logaritmus alapjaként használják a matematika világában.
A függvényvizsgálatoknál gyakran számolunk határértékeket, melyeket differenciál számításokkal lehet meghatározni. Ezen számítások mind a mínusz és a plusz végtelen irányába haladnak. De a matematikának nem csak ezen részén kell számolnunk a végtelennel, ugyanis van egy másik, sokkal gyakrabban előforduló jelenség, ahol szintén előbukkan a végtelen. Ezek pedig nem mások, mint a görbék. Lássuk hát, miről is van szó. Vegyük a Föld két tetszőleges pontját. Az első mindenképp legyen Zugló, mert szerintem, ahogy a legtöbb zuglói szerint is, ez a világ közepe. Természetesen azzal is egyet kell értenem, ha valaki más ugyanígy vélekedik saját szülő vagy lakóhelyéről, ezt inkább csak a tréfa miatt említettem meg. Szóval vegyük a bolygónk egyik kijelölt pontjaként Zuglót, másiknak meg mondjuk Lisszabont. Meg ne kérdezd, hogy miért, épp ez jutott az eszembe. Ha a bolygónkat egy szabályos gömbként képzeljük el, ami természetesen a valóságban nem szabályos gömb alakú, hanem geoid formát vesz fel, akkor egy egyenes vonalzóval nem tudnánk megmérni a két város pontos távolságát. Vehetünk helyette két kisebb vonalzót, amivel már közeli becslést adhatnánk a távolságot illetően, de még ez sem lenne elegendő egy pontos mérés lebonyolításához. Viszont ha nem kettő, hanem három, négy vagy még több apró vonalzót használnánk, azt tapasztalnánk, hogy egyre pontosabb eredményt lennénk képesek megadni. A végeredmény az lenne, hogy végtelen számú apró vonalzóval lennénk csak képesek pontos görbe adatokat számolni. Görbével pedig tele van a világ. Nem csak az űreszközök röppájái követnek görbéket, de a tőzsdei ingadozások, az élelmezési szállítmányozások, de még olyan egyszerű dolgok, mint az autó fogyasztása is mind-mind görbékre illeszkednek. Az életünk tulajdonképpen minden egyes szektorában találunk olyan görbéket, amelyek pontos számításaihoz elengedhetetlen, hogy alkalmazzuk a végtelent. Van még egy érdekes paradoxon, már ami a végtelent illeti. Az egész számjáték egy végtelen szakaszos tizedes töltre épül. Erre itt. Ez a szám nagyon közel van a kerek egyhez, ugye? De mennyire közel? Csodálkoznál, hogyha azt mondanám, hogy ez a szám konkrétan kereken egy? Mert ha igen, akkor most bebizonyítom. Legyen ez az érték az x. Most szorozzuk meg 10-zel. Tehát a 10x egyenlő ezzel. Most mindkét oldalról vonjuk ki az x-et. Így lesz 9x egyenlő 9-el. Márpedig ha elosztjuk őket 9-el, akkor azt kapjuk, hogy x egyenlő kereken 1, tehát a végtelen szakaszos tizedes törtünk valóban nem csak megközelíti a kerek 1-et, hanem konkrétan kereken 1. Remélem most már ti is kicsit jobban átlátjátok a végtelen varázslatos mi voltját, és kicsit közelebb kerültetek a matematika titokzatos világához is. Végül egy utolsó érdekesség. Azt tudtátok, hogy Chuck Norris elszámolt végtelenig? Kétszer! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért!